Szeretettel köszöntöm a kedves királyhelmecieket és rajtuk keresztül a felvidék magyarságát. Sorozatot folytatunk a húsvéti eseményekkel kapcsolatban, és a mai alkalommal az ötödik előadáshoz érkeztünk, amelynek ez a címe Gecsemáné, vagy mi is történt a Gecsemáné kertben. Jézus szenvedés történetét követjük nyomon az utolsó vacsorától a Golgotáig, illetve hát szükségképpen a kiegészítésig, a feltámadásig, anélkül nem lehet beszélni Jézus áldozatáról. És most ott tartunk, hogy az utolsó vacsora termét elhagyta először Júdás, hogy elmenjen a főpapokhoz, és megjelentse nekik, hogy Jézus hol szokta tölteni az éjszakákat, amikor Jeruzsálemben tartózkodik. Ez a Gecsemané kert, amelyben én is járhattam néhány évvel ezelőtt, ez néhány kilométerre van a belvárostól, alig több mint egy kilométerre, és onnan rálátni a városra, nagy, nagyon nagy ligetes vidék ez ma is egyébként, és tavaszi hónapoktól az őszi hónapokig már ott lehetett tölteni az éjszakákat, hiszen egész más égövön vagyunk, ott nem olyan viszonyok uralkodnak, mint nálunk. Tehát Jézus ott töltötte tanítványaival együtt az éjszakákat. János Evangéliuma a harmadik fejezete beszámol arról, hogy Nikodémus is ide ment ki hozzá ének idején, hogy faggassa őt a küldetése felől. Tehát az utolsó vacsora terméből, Jeruzsálem belvárosából kiindulva, elhagyva a városfalakat, átmenve a Kédron patakját átívelő hídon, érkeztek a Gecsemáné kertbe a tanítványok, közben Jézus tanította őket, ezek a búcsú beszédei, amelyekről szóltunk, és itt mondta el a Gecsemáné kertben a főpapi imáját is, és azután kiválasztotta a három legszeretettebb tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, és miközben a többiek letáboroztak, velük együtt előre ment, így mondja az evangélium, hogy egy kőhajítás nyira tőlük, és arra kérte a tanítványait, a legszeretettebbeket, hogy ők is virasszanak ővele, Érezzenek együtt ővelem, mert olyan események fognak bekövetkezni az életében, amelyek az ő életüket is próbára fogják tenni. Márk evangéliuma mondja el azt, hogy amikor Jézus elérkezett ide a gecsemáni kertbe, és soha nem olvashatunk ilyet Jézusról. Az előzőekben kezdett rettegni és gyötrődni meg kell itt állnunk, mert kezdett Jézus rettegni és gyötrődni. Hát Jézus még félni sem félt az életében. Ő elmondhatta, hogy az atya vele van, mert az ő akaratát teljesíti, és akivel Isten együtt van, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja a keresztényeknek is Pálapostól, hát hogy ne lett volna Jézussal, és hogyha Jézussal volt az atya, hiába próbálták Jézust megölni, már fellépése után az első évben Jeruzsálemben, felneveltetése színhelyén Názáretben, több mint fél tucat gyilkossági kísérlet támadt fel Jézus ellen, de Jézus soha nem félt, Názáretben is lejött például a hegyről, ahova kivonszolták, hogy lelökik, és egyszerűen elhagyta az embereket, faképnél hagyta őket, és azok nem tudtak mit csinálni. Isten csodálatos módon megvédte Jézus életét. Messiási profécia szólt arról Dániel könyve 9. fejezetében, hogy ha eljön a messiás a világunkra, három és fél évig kell tanítania, és Jézus pontosan tudta, hogy ezt a három és fél évet ki kell töltenie, és őt Isten meg is fogja védeni nem fogják egy évvel a fellépése után megölni. De Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Mire utal ez a kifejezés, hogy nem csak hogy fél, de egyenesen rettegett és gyötrődött. Ez a kifejezés csak egy dolog, egy következtetés levonására ad lehetőséget. És pedig arra, hogy itt a gecsemáné kertbe megérkezve, és egyben Jézus most már az az élete utolsó napjához érkezik, hiszen elfogják fogják fogni itt a kertben, hat kihallgatáson fog átmenni. Meghozza Pilátus a halálos ítéletet, és másnap meg, megfeszítik, meg is hal déltájban, és leveszik a keresztről, és a Péntek végeztével, a szombat elérkeztével József sírjába fogják helyezni. Arimatei József és Nikodémus fog neki temetést rendezni, és a szombat napot ott fogja eltölteni a sírban, és vasárnap hajnalban lesz majd a feltámadás ideje. Ez Jézus életének utolsó napi eseményrendje, de Miért is mondtam, hogy a kezdet rettegni és gyötrődni csak egyetlen egy következtetésre ad alkalmat? Azért, mert ebben az utolsó részben történik meg az a titokzatos helyettesítés, vagy nagyon is, vagy nagyon is felfogható helyettesítés, amiért Jézus a világra jött. Jézus többször mondta az életében, hogy ő nem azért jött csupán a világra, hogy igaz, szép tanításokat mondjon az embereknek. Nem is csak azért, hogy betegeket gyógyítson, ami jóval többet tett, mint amennyit tanított. Nem is csak azért, hogy halottakat támaszon fel, három halott feltámasztásáról ad hírt az evangélium. Jézus többször így fejezte ki magát, hogy ezért az óráért jöttem a világra. Volt tehát egy óra, amit Jézus megkülönböztetett életének többi órái közül, és az az óra, amikor ő magára veszi a világ bűneit. Így mutatta be őt János Evangélium első fejezet 29. verse szerint keresztelő János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi, és így elhordozza a világ bűneit. Tudnék, hogy ha nekünk kellene a bűneinket elhordoznunk, tehát a bűneink következményeiért bűnhődnünk, mindannyian örökre a sírfogságába kerülnénk. Éltünk, jót is tehettünk Isten kegyelméből, de annyi sok rosszat is tettünk, hogy mi érdem szerint semmelyikünk nem szolgál rá az örök életre. Mindannyian elvesznénk, így mondja már a Zsoltárok könyve, mint az állatok elvesznek, úgy vesznénk el mi is emberek. Jézus azonban azért az óráért jött a világra, hogy azonosuljon a mi bűnterheinkkel, mint egy magának tulajdonítassa ezeket a bűnöket, és ő egy összegben az emberiség összes bűnéért meghalljon. Hogy ő vegye át a bűn büntetését, és ezáltal szabadítson ki bennünket a bűn és a következményei fogságából. Ha valaki adós, gondolom ma is bankoktól a magánszemélyekig csak akkor engedik el az adósságát, ha valaki kifizeti. Ha nem ő hát nevezzen meg helyettes, aki a helyébe áll és kifizeti az adósságát. A Biblia is használja ezt a jelképes kifejezést, és ezért beszél a bűnnel kapcsolatban például adósságról. Jézus a mi atyánkban is ezt a szót használja, hogyha mi valakinek valamivel tartozunk, és nem tudjuk megfizetni, akkor egyetlen egy lehetőség marad, hogy valaki a helyünkbe áll, és helyettünk kifizeti azt az összeget. Jézus Krisztus helyettes áldozat. Ő lép a helyünkbe, ő szenvedi el azt, amit nekünk kellene jogosan elszenvednünk az életünk sok rosszáért, ő az ártatlan, akinek egyetlen egy bűne nem volt, de hát ezért is adhatta az életét miértünk, mert hogyha lett volna egyetlen egy bűne is, akkor a saját bűnért kellett volna meghalnia. És Jézus a getsemané kertbe léfe érzékeli, hogy most az ő lelkére, az ő vállára nehezül a világ összes bűnadóssága. És ő azért kezdett rettegni és gyötrődni, mert itt az a kérdés, hogy vajon ő el tudja ezt hordozni. Tudnék, a bűnről már Ésajás próféta azt mondta világos beszéddel, hogy a bűneink választanak el Istentől. Tehát azért vagyunk olyan távol Istentől, mert. Ha a bűneinket nem bánjuk meg, akkor köztünk és az Isten közé oda ékelődik az a rettentő bűnadóság, ami a mi lelkünket nyomasztja. Ha mi megbánjuk a bűneinket, igaz szívvel, őszintén szembefordulunk a bűneinkkel, akkor Isten el tudja távolítani ezt a bűnadóságot. Ezek lelki valóságok, de azt hiszem mindenki érezte ezt az életében, hogy milyen rossz bűnteherrel együtt élni, milyen rossz, amikor még a lelkiismeret furdalás, még belülről is gyötör bennünket az, hogy hát van valami elrendezetlen dolgunk. És milyen nagyszerű dolog, hogyha megvalljuk bűneinket, fölszabadulunk, megkönnyebbülünk. Lehet, hogy emberek nem bocsátanak meg, de, de ha Isten megbocsát, akkor Isten erőt ad, kegyelmet ad, az újrakezdéshez bíztatást ad. Jézus kezdett rettegni és gyötrődni, érezte, hogy a világ összes bűne most az ő lelkére nehezül, de ő nem akart elszakadni Istentől amikor megérkezik a Getsemáné kertbe a három legszeretettebb tanítványával előre vonul, ezért kezdi úgy az imádságát, hogy atyám minden lehetséges néked. A lehetséges múljék el tőlem ez a keserű pohár. Vagyis Jézus érzi a lelkében, és ez az első döntő kifejezés, amit önöknek kell mondanom a mai alkalommal, hogy Jézus érzi a lelkében a megosztottságot, hogy megosztottság van benne. És ez ki is fejezi az imája kezdetével, ő tudja, hogy miért jött el erre a földre, tudja, hogy neki kell vállalni ezt a bűnadóságot, de kezdett rettegni és gyötrődni, iszonyú teherrel nyomakodik rá ez az adósság, és még utoljára kérdezi, hogy nincs más mód az emberiség bűnterhének a rendezésére. Ő maga tudta, hogy nincs más mód, hiszen azért jött a mennyből. Miért kérdezi akkor ezt? Miért kéri ezt az Atyától, hogy minden lehetséges, Atyám, neked nem lehetne visszamennem a mennybe, hiszen bűn nélkül éltem? Nincs más megoldás az emberek bűnének rendezésére? De hát nincs más. Jézusnak megszólal az emberi természete. Megszólal az emberi természet, amely fél a küzdelmektől, még inkább fél a szenvedésektől, és Jézus mielőtt majd a megváltás művéhez közelítene, ha nem győzi le ezt az emberi természetét, nem tudja végrehajtani a megváltás hatalmas művét. Kedves hallgatóim! Igaza volt egy írónak, aki azt mondta, hogy az emberiség sorsa nem a Golgotán dőlt el. Az emberiség sorsa a Getsemáné kertben dőlt el. Ha Jézus nem vívja meg itt a küzdelmét, amely küzdelemhez nincs hasonló, amely küzdelemhez talán a Bibliában Ábrahám küzdelme hasonló a három napi járóföldnyi imájához, amikor Mória hegye felé megy, hogy a saját fiát, Izsákot áldozza fel, vagy Jákob küzdelme hasonló az angyallal a jabbok révén, vagy Jób küzdelme hasonló, aki a barátaival szemben is fenntartja, hogy ők ugyan hívő emberek, de még sincs igazuk, és ő Istenhez fordul igazság szolgáltatásért, két-három ilyen nagy történet van a Bibliában, mint egy előkép, amely bepillantást engedhet Jézus hatalmas küzdelmébe, mert amikor Jézus érezte, hogy megosztottság van benne, hogy jött, amiért jött, de most a természete vissza akarja húzni, hogy ne vállald ezért az emberiségért az áldozatot. Hát mi ez az emberiség, ez a hitvány emberiség, amely nem csak ellenet támad, hanem egymást is tépi, zúzza, és a saját maga élet is hány ember pusztítja, most ezekért áldozatot hozni. És oda pillant a három legszeretettebb tanítványára, és azok is elalszanak. Jézus imádkozik, és ők nem tudnak vele együtt imádkozni. Pedig Jézus értük is, akarja meghozni az áldozatát, és ők elalszanak. Jézus pontosan tudta, hogy ezt a lényében való megosztottságot csak imádsággal lehet legyőzni. Még tiszta értelemmel sem lehet. Hát ő pontosan tudta, hogy miért jött a világra, pontosan ismerte a rávonatkozó jövendőréseket, és ő neki isteni értelme is volt, az isteni értelmével pontosan tudta azt, hogy más lehetőség nincs. Magával a mennyei atyával is megbeszélte, így mondja a Zakariás próféta könyvében az ige, hogy békesség tanácsa volt kettejük között. Tehát, tehát örök időknek előtte ezt megbeszélték, hogy ha az ember eltávolodik az Istentől, csak egyféleképpen lehet visszahozni Isten és a szeretet és az igazság közelébe, hogyha Isten eljön erre a világra, emberi formát vesz fel, végig küzdi ugyanúgy az emberi életet, és ezt az életet, aminek nem kellene elvesznie, hiszen bűntelenül küzdötte végig az életet, ezt oda kell, hogy adja, miértünk, mert ha nem adja oda, akkor az igazságosság szenved sorbát, tudnék azt, hogy akkor bűnnel együtt lehetne az örök életbe belépni, hát ez lehetetlen. A bűntelen Jézus Krisztusnak oda kell adni az életét, hogy lássuk, hogy ki az Isten, hogy föltekinthessünk az Istenre, erőt kérhessünk az Istentől, hogy minket is segítsen hozzá ahhoz, hogy a bűnt legyőzzük. Jézus pontosan tudta, hogy így csak az ima küzdelem segít. De azért odament a tanítványaihoz, hogy felkeltse őket, mert nagyon sokat jelentett volna Jézusnak, hogyha a többiek is vele együtt küzdenek. Az elmúlt alkalommal beszéltem a vigasztalás jelentőségéről. Ha a 69. zsoltár úgy szólt az eljövendő messiásról, hogy az életének egyik nagy megpróbáltatása lesz, hogy várt vigasztalókra, de nem talált. A vigasztalás hatalmas dolog, erről részletesen szóltam az elmúlt alkalommal, mert a vigasztalás figyelem, odafigyelés, a vigasztalás együttérzés, a vigasztalás az az reménykeltés, bíztatás, segítségnyújtás, és ennyit nem tudtak megtenni a tanítványok, hogy együtt érezzenek a mesterükkel. Jézus felkeltette őket, és azt mondta neki: Simon, Simon Péter, hát te, akit annyit fogadkoztál, hogy kész vagy velem a halára és a, a tömlöcre is jönni, hát nem tudtál egy óráig, nem tudsz néhány percig vigyázni. Aztán Jézus újra visszatért, és egyedül tovább folytatta az imáját, miután először felköltötte a tanítványait. Mert Jézus pontosan tudta, hogy ez a lényében való megosztottság, hogy jött valamiért a világra, és most a saját természete húzná vissza, hogy ne vállald mégse az emberekért ezt az áldozatot. Hát ezekért meghalni, a saját legszeretettebb tanítványod is elalszanak, ennyi együttérzés nincs bennük. Jézusnak le kellett győzni ezt a megosztottságot. Nem tudom, önök voltak-e már ilyen állapotban, mert azt gondolom, hogy mindannyian voltunk ilyen állapotban, hiszen láttuk a jót, de közben éreztük, hogy a jó megtételére nincs erőnk. A Római Levél 7. fejezetében drámai módon beszél erről Pálapostól, hogy nem csak, hogy látom a jót, de gyönyörködöm is már a belső ember szerint az Isten törvényében, mert megtért ember vagyok, megkeresztelkedett ember, kereszténynek akarom mondani magamat, de hát azt is látom, hogy egy másik törvény is van a tagjaimban. A természetemben a bűn és halál törvénye. Itt a szeretet és a szeretetlenség, az önzetlenség és az önzés küzd egymással a saját lényemben, és ezt a megosztottságot nem lehet értelmileg áthidalni, hogy ma jól magamba szuggerálom azt, hogy én hát én jót akarok, és ha jót akarok, akkor jó ember vagyok, közben jót akarva is rosszat teszek, hát akkor milyen ember vagyok? És Jézus példát mutat most számunkra és életének egyik legnagyobb mondatát is itt mondja ki a Getsemáné kertben, amikor azt mondja, amikor aztán újra felkölti a tanítványait, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. A lélek kész, de a test erőtelen. Miközben te értelmileg tudsz valamit, látsz valamit, Tegnap este eldöntötted, ma reggel fölkelsz, és újra megerősített, hogy most te jó dolgokat akarsz tenni, meg azzal a másik emberrel szeretetteljes, szeli, türelmes, kedves leszel. Bemész a munkahelyedre, vagy találkozol a másik emberrel, mond egy rossz mondatot, és te ugrasz, és kijön a szádból valami, amit magad se akartál volna. Ugye nem minden napi dolog ez? Miért? Miért követjük el minden nap ezeket a közönséges dolgokat? Miért, miért nem keressük ezeknek a megoldásának a, a nyitját? Azért, mert elviseljük magunkban a megosztottságot, hogy akarjuk ugyan a jót, de közbe tesszük a rosszat. Tehát nem csinálunk ebből olyan nagy problémát, mert azt mondjuk, hogy hát mégse embert öltem, nem loptam, nem csaltam, hát csak egy kicsit odavágtam a másik embernek, csak egy kicsit ezt mondtam, meg azt mondtam. Jézus, amikor másodszor is felkölti a tanítványait, újra visszamegy, hogy a magában levő megosztottságot legyőzze, mert hiába kész a lélek, ha a test előtelen. Egy dolog, 50 hogy lássuk, hogy miért vagyunk itt a világon, hogy miért kell küzdenünk, milyen jó dolgokért kell küzdenünk, de a másik 50 százalék, hogyha érezzük magunkban a vonakodást, a megosztottságot, azt le kell győzni. Ha nem győzzük le, ő fog legyőzni bennünket. A lélek kész, de a test erőtelen. Nem vonom kétségbe, hogy szerettek engem tanítványaim, hogy követtek már három és fél éve. Nem vonom kétségbe a szívetek szeretetét, hogy a leleketek kész, de egy valamire szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy ez még csak az 50 százalék. Ha nem vívtok kegyetlen küzdelmet a saját rossz természetetekkel, ha nem fektetitek kétvára ezt a vadállatot, ami minden emberben ugrásra készen ott lapul, jót akarok, és az egyik lábammal már a kutyát a földre szorítottam, és ráteszem a, a lábamat a nyakára, mert ha nem, akkor felugrik ez a pitbull, és nekem rohal, és megöl, jelképesen, hadd mondjak egy ilyen kicsit triviális történetet, de remélem tetszenek érteni, hogy, hogy miről akarok beszélni, de ha leveszem a lábamat a nyakáról, nekem ugrik és végem van. Ugyanilyen kemény küzdelmet kell vívnunk a természetünkkel. A természetünktől csak rosszat várhatunk. A természetünk ugrásra készen meg akar győzni bennünket arról, hogy maradjunk a helyünkön, legyünk lusták, nem ne, ne menjünk embereket megsegíteni, legyünk megalkuvók, gyávák. A természet bőség szarujából dőlnek ki minden nap ezek a, ezek a nagyon bölcsnek tetsző ö, ajánlatok mindannyiunk, Számára. ha ezt nem győzzük le, és ezt nem lehet értelmileg legyőzni, ez csak imádságban lehet legyőzni, nem lehet elméletileg, hogy én úgy is tudom, hogy én mit akarok ma, meg jót akarok, hát majd megsegít az Isten, az Isten csak akkor tud megsegíteni, hogyha elébe járulok, és azt mondom, hogy atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. De ha nem lehetséges, akkor mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Jézus az ima küzdelme során eljut ennek a kimondásáig. És ez az igazi ima, amikor Istenhez fordulunk, megköszönjük a jóságát, hálával felemlegetjük a sok jó tételét, amit az elmúlt napon vagy időszakban is véghez vitt az életünkben, hogy őt atyánknak nevezhetjük, és így szenteljük meg az ő nevét, hogy elmondjuk, hogy mi sok jót tett velünk, és kifejezzük azt, hogy jöjjön el a te országod, hogy mennél előbb jöjjön el az a csodálatos igazságosságon alapuló ország, amit Jézus a halálával megnyitott a számunkra, de azt is kifejezzük, mert Jézus így tanította mintaimában a mi atyánk, hogy legyen meg a te akaratod. Mint a gyermek is, amikor föltekint a szülőre, és a szülő azt mondja, hogy nem. És a jó gyermek, a jól nevelt gyermek, és a jó érzésű gyermek, ezt a nemet el tudja fogadni, és akkor nem teszi meg azt a dolgot, amire ő a természete szerint készült. Miért tudja elfogadni a felnőttől vagy a szülőtől, mert tudja, hogy ő szereti őt, és ő ezért akar ragaszkodni hozzá. Ugyanúgy kell nekünk is Istenre tekintenünk, ezért mondta Jézus, ha olyanok nem leszünk, mint a kis gyermekek, semmiképp nem jutunk be az Isten országába. Mi felnőtt emberek vagyunk, de Pálapostól azt mondja, hogy a az értelmünkben legyünk felnőttek, de a gonoszságban legyünk gyermekek, ne ragaszkodjunk a gonosz dolgainkhoz, ne ragaszkodjunk az önigazolásainkhoz, amelyek sokszor rosszabbak a gonosságoknál, a bűnöknél is, mert megkötöznek bennünket, hanem tudjuk az imánk végén kimondani, hogy Istenem, elébet hoztam mindent, elmondtam a hálámat, a köszönetemet, de elmondtam a kétségeimet, elmondtam a nehézségeimet, a problémáimat, hogy én így látom, de tudom, hogy a te törvényed nem ezt mondja, és segíts hozzá, te adj nekem erőt, hogy én a törvényeit szerint, a szeretet törvényei szerint éljek, és nem a magam által elfogadott szeretet szerint éljek, ne önigazoló ember legyek, hanem igazságot követő ember legyek. Jézus erre adott példát, hogy a megosztottságot mindannyiunknak le kell győznünk, és csak akkor élhetünk sikeres, győzelmes életet a földi pályafutásunk során amikor harmadszor megy Jézus, hogy felköltse a tanítványait, akiktől ennyi vigasztalást nem kapott, ennyi együttérzést nem kapott, akkor valami ilyesmit mond nekik, hogy most már aludhattok. Eddig kellett volna vigyázni, eddig kellett volna imádkozni, legyőzni a bennetek levő rossz emberi természetet. Én legyőztem, és Jézus föl is áll, tele erővel, mert az imádság, az igazi imádság már akkor erőt ad, mikor még meg sem oldódtak a problémáink. Akkor erőt ad az igazi ima, amikor még elébe megyünk a problémáknak, de tudjuk, hogy győzni fogunk. Miért? Mert az Isten velünk van. Mert az Isten azzal van együtt, aki annyira kéri őt, mint Jákob, amikor az angyalba kapaszkodik, és azt mondja, hogy el nem engedlek téged, még meg nem áld a szengemet. Jézus előrelép, és akkor már jön Júdás a fákját csapattal, és Jézus kezdeményez. Mert az imádság után lelkileg erővel telített ember már nem elszenvedi az életnek a különböző dolgait, hanem elébe tud menni nem várja meg, hogy ők nem tudom én mit csináljanak, például, hogy elfogják a tanítványait, mert hát az is lehetett volna, de Jézus oda megy elébük, és azt mondja, hogy kit kerestek, és ők felelik a názáreti Jézust. Én vagyok. Aki meghallgatja Johann Sebastian Bach János passióját, ez az ich bin, ez a titokzatos én vagyok, ami olyan egyszerűnek látszik, hogy én vagyok, így mutatkozott be Mózesnek is Isten a csipkebokorban. Ő az a szabadító Isten, az a megváltó Isten, a te rendelkezésedre álló nagy vagyok vagyok. Hát te nem tudod mindig elmondani ember magadról, hogy te vagy, mert száz éve nem voltál, és öt nap múlva nem leszel talán. De én az Isten örökké való vagyok, én mindig vagyok, és nem csak úgy vagyok, hanem a te rendelkezésedre állok, téged megsegítelek, én gondviselő istened vagyok, én nem valami távoli deista isten vagyok, aki úgy szemléri a világ mindenséget, és aztán évmilliókig eljár a maga forgásá, míg egy kerékfogát újítani kell, nem. Én a mindennap veled levő Isten vagyok. <tosz> és amikor az emberek földre esnek, akkor Júdás nem esik a földre, hiszen ez az én vagyok kifejezés tulajdonképpen azt mondta itt az embereknek, hát most Istenre tegyük a kezünket. Tehát egy isteni kifejezés volt, ha valaki ilyen egyszerűen, ilyen súlyosan, ilyen, ilyen, ilyen nagyon méltósággal ezt tudja mondani, hogy én vagyok. A Jahve, a Jehova, Isten, én vagyok. Jézus önmagára vonatkoztatta az Istennek ezt a nevét, mert ő ugyanúgy Isten, és ő, ő, őt azért is akarták addig is már többször megölni a zsidók, mert azt, mondják, hogy, azt mondták, hogy Istennel egyenlővé teszi magát. Na de hát mit mondjon Jézus, hogyha ha valóban egyenlő az Istennel, ha valóban neki élete van önmagában, és ő is kimondta a teremtés, a földünk teremtése hajnalán, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És aztán Jézus a Getsemáné kertben, hogy a múlt alkalmak egyikén már említettem részletesen végigkövetve Júdás életét és sorsát, Júdás a csók jelére feladja a mesterét. A tanítványok szétrebbennek, Péter még előkap egy kardot, mert ugye előzőre két kardot szerzett be azért, mert teljesen félreértette Jézusnak a kijelentését. Jézus azt mondta, hogy a végső eseményekben csak azt követhet engem, aki kardot vesz. A kard azonban itt jelképes értelemben szerepel Jézus tanításában, az ige kardját, a proféciák kardját, hiszen a proféciák beszéltek Jézus elárultatásáról, elfogatásáról, keresztrefeszítéséről is, Péter azonban nem lelkileg értette ezt, hanem szerzett két kardot, levágta ott egy szolgáló fülét, Málkus fülét. Jézus itt tesz élete utolsó csodáját, mert hogyha nem illesztette volna vissza ennek a katonának a fülét, akkor vádpontként nyugodtan előhozhatták volna, hogy a tanítványai bezzek fegyvert viselnek, hát ez egy rebellis mozgalom, ez egy forradalmi szövetkezés. Jézus meggyógyítja a fülét, és a Péternek mondott szavak is milyen sok, sokat érnek a mai világ számára főkép, hogy tedd vissza hüvejébe kardodat, mert aki kardot ragad, kardáltal vészel, vagyis erőszakkal semmit nem lehet megoldani. És a kereszténység kizárja a kényszert, kizárja a, a hadszíntereken való kényszert, a háborúskodást is, de kizárja a manipuláció kényszerét is, a tömegmanipuláció kényszerét is, a kereszténység szeretettel és igazsággal akar az emberek elé állni, mert az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orszáját, hogy a 11. Zsoltár mondja, az Isten igaz és szeretetteljes Isten, mind a kettő egyszerre, és Jézus is telve volt kegyelemmel és igazsággal, és ő az igazság és szeretet csodálatos példáját adta itt a Kecsemáné küzdelemben, de Málkus meggyógyításában is. Most megkötözik Jézust, elviszik, és kezdődik Jézus hat kihallgatása. Erről azonban már egy külön előadásban kell szótejtelem. Köszönöm a mára szóló figyelmüket!